5 évvel ezelőtt, 2011-ben vizsgálta felül legutóbb a város közlekedési koncepcióját az önkormányzat. A vizsgálat ismét időszerűvé vált, különös tekintettel az atomerőmű bővítés miatt felmerülő településfejlesztési tervekre. A felülvizsgálatot meghívásos ajánlatkérésen kiválasztott szakcég végzi majd. Minden a lakosságtól érkező, a helyi közlekedéssel, a parkolással, tömegközlekedéssel, táblázással, forgalmi renddel kapcsolatos észrevételt is véleményeznek, így a Jámbor Pál utca egyirányosítására vonatkozó kérést is. A Jámbor Pál utcában az a probléma, hogy kb. 8 évvel ezelőtt akkor lett kétirányú az utca, és most az a probléma, hogy azt szeretnék az ott lakók, hogyha újból egyirányú lenne az utca. Én azt mondom, hogy ebből a közlekedési koncepció felülvizsgálatára feltétlenül szükség van. Elég sok probléma van ebben a városban közlekedés szempontjából, különösen tekintettel ugye a történelmi belvárosra, amelynek része a Jámbor Pál utca is. Nagyon szűkek az utcák, különböző utcákon másképp lehet közlekedni, és vannak olyanok, hogy ugye hát Paks igazság szerint mindenki tudja, hogy észak-déli irányba csak egy utcán átjárható, úgyhogy a mellékutcákra is nagy szükség van. Ennek a koncepciónak a felülvizsgálatát meghirdettük, megpályáztattuk, hogy vizsgálják felül az egész város koncepcióját. Ennek keretében nyilván a Jámbor Pál utcára is sor kerül. Az ügyben a szakértői javaslat alapján az önkormányzatot képviselve a főjegyző, mint a közutak kezelője dönt. A lakók kérésére a Jámbor Pál utcában már sebesség és súlykorlátozást vezettek be.